Köszöntöm Önöket a Corvini Domini Egyesület értéktárában. Kérem nézzék meg értéktárunk egy értékes üzenetét. Azt gondolom, hogy fontos irányvonal, amikor a művészeteknek a komplexitását szeretnénk megmutatni. Erre példa ez a verseny is, hiszen így született meg nagyon kedves kolléganőmmel, Somodi Ildikó tanszékvezető asszonnyal az a gondolat, hogy ne csak verset mondjanak a fiatalok, hanem rajzoljanak is, illusztráljanak, és így indultunk el, hogy versmondó és vers illusztrációs verseny lett. Egyébként ugyanannak kellett az illusztrációt, és most látják itt a kedves nézők majd az illusztrációkat is, hiszen hoztatok magatokkal, hogy tehát ugyanannak kellett az illusztrációt is elkészíteni, aki a verset elmondta, vagy pedig összedolgozhattak benne kollégák, csoporttársak, vagy akik együtt tanulnak a volt karokon. Olyan, igen, volt olyan, aki versmondó versenyre is jelentkezett, és illusztrációt is küldött, de nagyon sokan a gyönyörű képeket látják a kedves nézők majd. Illusztrációs pályázattal érkeztek, és igazán szép művek születtek. A évszakok volt a téma, és a természet, és olyan kányádi verseket választhattak, amelyek bemutatták a verset, és bemutatták az elkészült művet is.